A makraméról, a makramézásról, mint önálló művészeti ágról a 17. századtól beszélhetünk. Folyamatos népszerűségének oka, hogy elég hozzá a két kezünk, a fonal és egy olló. Az egyszerűsége miatt pedig mindenki sikerélménnyel használhatja ezt a csomózási technikát. Nálunk az 1970-es években élte igazi virágkorát, ám napjainkban kezd ismét egyre népszerűbb lenni. Nem csoda, hiszen a természetet idéző, letisztult, könnyen elkészíthető dekorációk ismét divatban vannak. Jobbájtelként Dandóczi Zsuzsannánál jártunk, hogy belessünk a makramé rejtelmeibe. Nem csak a virágtartó és fali dísz, igen, annak idején ugye a 60-as, 70-es években kezdett elterjedni Európában, ugye Franciaország, Olaszország, Spanyolország, onnan indult az egész. Egész a 80-90-es évek, 80-as évek végéig volt ez nagy sláger, és kimerült, igen, a virágtartóban és a falvédőkben ez az egész makramé csomózási technika, viszont sokkal, de sokkal több lehetőség van benne, és tényleg bármit el lehet készíteni. Nekem az a legnagyobb kihívás, ha valaki azt kérdi tőlem, hogy ugye, hogy ezt nem lehet megcsinálni? És akkor tudod, ilyenkor jelek egy nagyot, ó, dehogy nem, beszélünk két nap múlva. A kézműves maga sem tudja egészen pontosan, hogy mikor tanulta meg a technikát. Emlékszem, hogy gyerekkoromban a falon volt nekünk egy nagy falvédőnk, annak idején ez volt a nagy menő dolog, egy ilyen narancssárga-sárgás falvédőnk, amit mondta édesanyám, hogy ez a makramé, és ez a bogzás, és akkor tanított nekem ilyen alap, két-három ilyen alapcsomót. Ekkora lehettem, 8-10 éves, nem több. Jóval később kezdett komolyabban foglalkozni a technikával, otthon saját magának kezdett dísztárgyakat csomózni. Azt hiszem, hogy virágtartóval kezdődött az egész, nem egyel, hanem kettővel, aztán hárommal, aztán 13-mal. És ugye akkor elég lekötött engem a munkahely, egészségügyben dolgoztam, és pont az a periódus volt, amikor éreztem, hogy le kell tudjam mindazt a 12 órát, amit átéltem a munkahelyen, valahogy levezessem. És ebben találtam meg azt, hogy feltöltődjek. És volt olyan, hogy reggel a kávézás közben már forogtak a kerekek, hogy mit hogyan tudnék elkészíteni. Ugyanolyan hévvel berontottam a konyhába, vettem a madzagot, felakasztottam, egy ilyen kampó volt a falba tipnistől betéve. Aggattam fel a madzagokat, és fogtam neki dolgozni, és dolgoztam, és befejeztem, és jó ide vagány, és még valamit, még mit lehetne csinálni. És így lassan így kialakult. Tehát abszolút nem értékesítés gondolattal indult ez az egész. Csak úgy, mert szerettem csinálni. A kézműveskedés sosem állt távol Zsuzsától. Sokáig mandalákat festett, a főbevalója is saját nemezel darab. A makraméban azonban, mintha önmagára lelt volna. Így a hobbiból jóval több lett. Olyannyira, hogy ma már nem is dolgozik az egészségügyben, hanem újdonsült jobbágytelki otthonában egyre másra bogozza a szebbnél szebb dekorációkat. A kézműves vásárokban gyakran a zsabagubanc névvel ellátott színes, rojtos fülbeallókra figyelnek fel. Zsuzsa is úgy érzi, ezek készítésében tud a leginkább kiteljesedni. És a fülbevaló az, ami végtelen lehetőséggel bír. Színvilágban, formavilágban, bármiben. És ezt is a legszívesebben akkor érzem magam a legjobban, és akkor csinálom a legszívesebben, ha kérésre jön. Tehát valaki azt mondja, hogy szeretnék egy fülbevalót, és akkor már rögtön milyen szín, milyen alap, milyen forma, ránézek az illetőre, körülbelül látom, hogy az arcformához mi illene, a stílusához mi illene. A fülbevalók mellett nyakékek, karkötők, kulcstartók sokasága kerül ki Zsuzsa kezei közül, de övek, táskák, falidíszek, virágtartók gazdag variációja is. A nyáron született nekünk, mondhatni, az egyik legötletesebb alkotásunk, ami tényleg nagy keletje volt így főleg a fesztiválok alatt, a kulacstartó. Derékon is ugyanúgy lehet hordani, és abban az esetben, hogyha az ember kirándulni jár, egyszerűen leakasztja a karabinertől a pántot, és bárhova fel lehet aggatni. Időnként néhány monumentális alkotás is születik, mint például ez a naptükör, amely több mint egy méter átmérőjű.
középen egy kis tükör, amit körbevesznek a makramézott sugarak. Az egész olyan, mint egy ragyogó napsütés, ez Zsuzsa egyik büszkesége. Kizárólag természetes anyagokkal dolgozik, nem az sem mindegy, hogy mi készül, mert a különböző termékek más-más vastagságú, erőségű szálakat igényelnek. Ez egy 3 mm-es fonal, amit nem lehet fésülni, tehát fonott, nem lehet kifésülni szálakra. Ilyenekből készítem a fali díszeket, a virágtartókat, az öveket. Ugyanilyen típusú fonalból van vastagabb, az 5 mm vastagságú, az is menne egy nagyobb virágtartónak, amiben egy nagyobb cserepet tesznek, vagy nagyobb a súlya például, vagy egy nagyobb fali dísznek. Ez például simán csavart fonal, amit simán ki lehet fésülni. A szálakból áll, 100 szál van összetekerve, ezeket használom például a fülbevalókhoz. Vagy az olyan alkotásokhoz, amik egy pohár alátét, a naptükröt is ezzel készítettem, ki lehet fésülni és meg lehet szépen formázni őket, lapi díszeket például. Zsuzsa legújabban tanítja is a makramé technikát, 3 alkalomból álló workshopokon oktatja a csomózás művészetének alapjait. Ez most kimondottan gyerekfoglalkozás, 8-tól 12 évesekig vannak gyerekek, 12 lány jár most, és egyik foglalkozás követi a másikat folytonosan. Tehát első alkalommal megtanultunk alapokat, most második alkalommal ezeket az alapokat felhasználjuk arra, hogy elkészítsünk egy fali díszt, ugyanakkor tanulunk még valamit mellé, és december 2-án mindent, amit eddig tanultunk, azokból majd kis karácsonyfa díszeket fogunk készíteni. Hogy mennyire nehéz munka ez a makramé? Zsuzsa szerint egyáltalán. Én soha nem dolgozok sablon után, vagy rajz után, hogy elgondolom, és akkor lerajzolom, és kiszámolom, ahogy adja magát. Van egy elképzelésem, hogy igen, középen ez világos lesz, és utána jön a sötétebbik, viszont, hogy ez milyen lesz, csak amikor nekifogok, akkor adja magát, és úgy járnak a kezeim. És a következőnél, hogy a sötétebb lila hogy fog kialakulni, megint nem tudom. Adja magát. De most ez is megcsinálom, és akkor előbb-utóbb valahogy kialakul, hogy mi lesz belőle. És az egész olyan lesz, hogy fú, mikor úgy érzem, hogy na megvan, akkor megnézem, nem, még nincs meg. És akkor még valamit dolgozunk rajta. Szeretet kell hozzá. Nem hozzáértés, és mondhatni, hogy fonal sem, mert bármilyen fonalból elkészíthetünk bármit. Ha tényleg az ember szereti csinálni, akkor nagyon könnyen meg lehet tanulni, és megy, mindenkinek megy, kicsitől nagyig.